A vadonatúj barjevő mintás termékek a korábbi minta mellett már elérhetők a webshopban. A barjevő legyen veled! Ja, és linkek a leírásban. Na, sziasztok srácok, hát itt is lennénk a Soma harmadik részével. Ugye most az előző részben történt az, hogy egy rádió kapcsolaton keresztül beszéltem valamilyen idegennel, aki engem a kommunikációs központba irányított, hogy oda kell eljutnom, ez egy ilyen kupolás tető, vagy kupolás építmény, valami ilyesmi. És a lényeg az, hogy most el kell oda jutnom, hogy ismét beszéljek vele, és a legutóbbi részben ugye ott fejeztem be, hogy ezt a kart meghúztam. Ugye a szöveget elolvastam, hogy... akkor még egyszer, túlterheltük a rendszert, ha meghúzod a kart, nincs visszaút, csak végső elkeseredésben, és hát ugye meghúztuk ezt a kart, illetve belenyúltam ebbe a kis valamibe, nem tudom mi ez, és a HP-n visszatöltődött, szóval, srácok, akkor most itt vagyunk jelenleg, és halvány fogalmam sincs, hogy mit kellene csinálnom, úgyhogy most minden esetre most vissza fog ide jönni, és meglátjuk, hogy mi történik, vagy mi változott. Jön fel a lény! Aja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 j
akkor most kell elbújnom ide. Jól gondoltam én, hogy ezek a dobozok nem véletlenül vannak itt. Ugye az előző részben elmondtam. Gyere haver. És remélem, hogy ide nem fogsz benézni, mert akkor jó, megszívom. Nem hiszem egyébként, mert nyilvánvaló, hogy ezek a dobozok védelmet adnak. Most mi van? Hol van? Nem is jött erre? Ó, várjunk. Azt hittem, hogy el fog haladni a folyóson. Hello, haver. Na és akkor most veled mit csináljak? Mondd, hogy nem erre jön. Úgy tűnik, hogy nem erre jön. Jó, srácok. Akkor... Oho! Ez itt kinyílt. Nem, ez a szerelőcsarnok. Itt már jártam. Már kezdtem keverni. Na várjunk, várjunk, várjunk. Van egy ilyen kapcsoló. Ezt meg tudom vajon nyomni, vagy nem? Itt egy kar. Oké. Srácok, ezt a kart én meghúzom. Ez kinyílik? Nem, nem nyílik ki. Márpedig valamit én most bekapcsoltam. Vagy éppen ki. Bement oda. Ezt még most nem tudom kinyitni vajon? Nem, basszus, nem, nem, nem. Ez pedig akkor itt jött föl. Akkor ez tök ugyanaz, mint volt. Ugye oda lent. De most nem tudom, merre menjek. Jön vissza, ne már. Hú de megy, hú de megy. Remélem, hogy így nem vesz észre. Érdekek. Megfordult, mert már amit világít, mi a franc? Valamitől sebződtem. Na várjunk, most ennek el sem kell kapnia, elég, hogyha közel jön hozzám. Mert akkor az így nagyon nem bulis, látszok, már megint lement a HP-m. Viszont tudok életet tölteni. Gyerünk, 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 gyerünk. Jó, rendben. Jaj, ne, és jön vissza már megint. Úgy gyerekek, az a baj, hogy nem ismerem ennek a robotnak az útvonalát, de most talán eltávolodik. Lement itt, vagy bement oda? Bement oda. Várjunk. Igen, ugye itt már jártam, akkor viszont megint körülnézek itt, srácok. Följövök ide. Ajjaj. Ajjaj. A francba. És ki mindig jön erre? És erre jön? Ú, gyerekek. Oké. Jól csináltam vajon? És erre jön, rohadj meg! Nem, visszamegy. Ú, gyerekek, ez nagyon porra ez a robot. Most megállt ott, és erre fele jön. Nem mondod. Erre jön, a rohadt fejét már neki. Ajjaj. Nem! 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 Oh my god!
Ó, gyerekek! Ez nagyon para volt! Hallod? Jó, most elmegy arra. Gyerekek, ez nekem tök jó! Körül fogok tudni nézni ott egy kicsikét, talán kényelmesebben. Ez az! Igen, itt mondjuk én már jártam, szóval ez nekem így semmiképpen nem jó. De akkor mi itt a dolgom? Itt semmit nem tudok csinálni? Micsoda? Jön vissza. Jó, elbújok ide. Hú, ez para gyerekek, ez nagyon para. Ajaj. Észrevett! Észrevett! Észrevett, te szemétláda! Á, franc, egye meg! És itt ébredek föl. És megint erre jön? Ez nem igazság. Kacok, ez nem igazság. Ez nagyon nem, ez nem korrekt, ez nem fair. Gyerünk, fuss már! És akkor hogy csináljam meg? Megvan. Hát persze, meg sem ölt az előbb. Most haltam meg, igen. Az előbb meg sem ölt. Csak valahogy megsebesített, ott hagyott, gondolom engem. Hát igen, ugye volt már ilyen, volt már ilyen. Jó, szóval akkor nem haltam meg, most haltam meg, és most már remélem máshonnan fogok kezdeni. Így van, innen kezdek. Azt, hogy semmiképpen nem tudom kinyitni, úgyhogy kacok, én most lejövök itt, és körülnézek ott lent. Itt lent, hát ha itt lent történt valami, amit eddig nem tudtam. Ez nem nyílik, akkor megyünk még lejjebb. Valószínűleg ez ugyanaz a robot, ugyebár, ahogy az előbb is mondtam. Mint aki az előbb itt lent volt, szóval most valószínűleg ő följött ide és lent meg tiszta ez a terep. Aztán lehet, hogy tévedek. Szóval, srácok, itt az évvilágon semmit nem találtam. Szóval akkor én most visszamegyek oda a robotkához, és megnézem, hogy ott mit hagytam esetleg el. Várjunk! Ó, várjunk, 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 várjunk. Volt az a számítógép, az a monitor, tudjátok, ahol én különböző áram dolgokat kapcsolgattam ki és be, hogy hol legyen áram, meg hol ne. Jó, megvárom, amíg a robot elhalad valamerre. Sőt, várjunk. Mi is volt a kód? Ott a kód. Oké, oké, bejelentkezve, tökéletes. Áramfelügyelet. Most valami kinyílt. Spacok, most valami kinyílt. A fene tudja, hogy mi nyílt ki. Mindegy, most legalább hallottam valami hangot. Úgyhogy ezt a robotot megvárom, amíg elhúz innen a francba. Lehet, hogy az a felső ajtó nyílt ki? Tudjátok, aminek a karját nem tudtam meghúzni. Elment arra a robot. Na talán majd most. Mert ott most egy kicsivel több időt tölt el, és ki van nyílva? Nincs kinyílva, és ez működik? Működik, 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 csak a robot ne forduljon meg. Anyád! Gyerekek. Az, hogy meghallotta. Erre jön? A jó anyádat. És csak lejön, rohadjál meg. Itt nem félek át, bakker. Jó, futunk gyerekek. Nem tudom, meghallott-e vagy sem. De én most futok. Oké, jó, úgy tűnik, hogy nem vett észre. Menj már, menj már! Várjunk, ha ezt becsukom. Nem tudom becsukni, a francba. Oké, most legalább, srácok, van időm itt legalább följönni kényelmesen. Ez a kupolás terem! Nem ez a kupolás terem? Várjunk! Becsuktam? Becsukom! Yes! Ez az! Na te szemétláda! Oké, na nézzünk körül, mi van itt, srácok? Itt van egy térkép, ott van Észak-Amerika, Európa, az Atlanti-óceán, Afrika,
Jó, igen, erre magamtól is rájöttem. Itt van egy papír. Azt mondja, New York, állapot offline, utolsó kapcsolat 2103. január 10-e? 7 óra 24 perc, 5 másodperc, üzenet. John C. Az iroda bezárt, mindenkit evakuálnak. Mindannyiunk nevében szeretném megüzenni, hogy megtiszteltetés volt veletek az Y-nal dolgozni. A legjobbakat és sok szerencsét az apokalipszishez, Ben. 2103. Oké, na várjunk, nézzük meg a többit. Lisszabon. Elsődleges. Offline az állapot, utolsó kapcsolat szintén, most január 12. Állapotjelentés a védelmi óvintézkedésekről. Kudarca fulladt a nemzetközi közösség végső erőfeszítése, hogy elkerüljük a becsapódást. Tegyenek meg mindent, a Pátosz 2 személyzetének teljes készültségben kell várnia a rengéseket, melyek szükségszerűen követni fogják a becsapódást. Becsapódás várható időpontja 5 óra 13 perc, Lisz. A jövőbe vagyok, srácok? A múltból átkerültem a jövőbe? London, állapot offline, 2103. január 11. Kedves Miss Vigdis Jonsdottir, méretetlen szomorúsággal tölt el, hogy az iroda bezárásáról kell tájékoztatnom, így a továbbiakban nem áll módunkban sem az Y, sem a Pátosz 2 támogatása. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszöntet mondjak önnek, a felettesének, Jane Adamsnek, és természetesen minden alkalmazottnak. Önök egy fantasztikus csoportot alkotnak, és bizton állíthatom, hogy ahol mi elbukunk, önök bátran törnek előre. Üdvözlettel, James Bloom, rendszerigazgató. És van még egy ilyen papírunk, hogy Cádiz, kiegészítő állapot offline, utolsó kapcsolat 2103. január 12-e. Üzenet John C. Tudom, hogy nektek jóval nagyobbak a túlélési esélyeitek, viszont innen sokkal szebb a kilátás. Szalud. Itt egy gomb, de ezt én még meg nem nyomom. Körülnézek először. Itt van egy kis HP visszatöltő jóság, de mindegy. És itt megint csak a rendszer sérült adatokat észlelt. Helyre kívánja állítani a fájlokat? Helyreállítás? Hát persze, hogy megcsináljuk. Az adatok részleges helyreállítása befejeződött. I just wanted to let you know we're on schedule and I'll talk to you tomorrow. All right, I'll pass on all check. Okay, első üzenet meghallgatva. It will do. I wanted to introduce you to Amy and Cal. They'll be doing the talking as soon as I leave for Theta. Say hello. Hey Theta. Hello. Hey guys, I'm Peter Strask, new dispatcher at Theta. Just let me know if there's anything I can do to help. I suppose that's it. I'll see you real soon. Oké, okay, még egy üzenet van. Hey, hello, Theta. Epsilon, what's up? We could really use a direct contact with Heather. Site service engineer Wolchek. Direct links are almost impossible to establish. The Lumar relays are basically junk at this point. You can send messages via the comm center, and if you want, I'm pretty much always here, ready to relay anything by hand. I know it's a shitty system, but it's all that works right now. Alright, we just have to make do. Catch you later. Jó, srácok, az már tudni biztos, hogy ez nem csak egy ilyen rémálom, ami emiatt a pásztázás miatt történt, ugye az első részben. Ez tudni, hogy a valóság, csak az a kérdés, hogy hogyan Istenbe kerültem ide. Hello? Peter, was it? I'm here, what's up? We're getting out. I just want to tell you that I'm going to seal the comm center now, so this is definitely the last you'll hear from us. If we don't show up in the next couple of hours, send in the cavalry. Hang on, what's happening? It's still the same plan, right? Yep. We'll head for the shuttle and ride it directly to Theta. Okay, good. I'll rally the troops for a welcome party. Good, I like to hear. Jó. Oké, srácok, ez érdekes. Érdekes kis üzenetek a jövőből? Vagy most én vagyok a jövőben? A fene se tudja? A Lumar kapcsolat megszakadt, kézi beállítás szükséges. Hát nézzük. Szóval, van itt egy pár állomás jobb oldalt, és ezek közül bármelyiket föl lehet hívni. Ugye az Y-on vagyok most jelenleg. Mi történik, hogyha azt tárcsázom?
Az Y-állomás nem hivatal az Y-állomásról? Oké, nagyon király. Van még a Theta, a Lambda, a Delta, az Omikron, Tau, Phi és az Omega. Próbáljuk meg akkor a Thetát. Ó! Ó! Várjunk! Aha! Így kéne behangolni? Nem jó. Aha! Ez tök jó megoldás, srácok! Ez az, mindjárt meg lesz. Á, király! Ez nagyon tetszik, srácok, ez nagyon tetszik, ez a hangolós dolog. Ennyi! Jó, akkor nézzük a többit. Akkor nézzük a Lambdát, 2203. Hangoljuk be ismét. Úgy. Kapcsolódás, Lambda állomás. Hey, are you there? I found the dome ceiling. Oh, that's better. Oh, Simon, szóval akkor vele beszéltem. Hi Simon, I'm Catherine. Have you figured out what's going on yet? Me? I was hoping you'd have some answers. I probably have some. What do you want to know? Where to even begin? I mean, what is this place? How did I get here? And why do the robots talk like they're people? Well, you're at Upsilon, clearly. Have you never been there before? Where did you work? The Grimoire in Toronto. Is that really important? No, I mean, where did you work at Pezos 2? I don't know what that is. That's unexpected. Did you come directly from Toronto? Yeah, I did. And it was very unexpected. Have you seen any people? Like, staff or field technicians? Only robots. Crazy ones. Except for one. I think he said his name was Carl. He was okay, but I'm pretty sure I accidentally killed him by turning off the power. Oh. Well, you know, robots don't feel anything, so... Yeah. What was that? Ez aztán baromi sok segítség volt, tényleg. I think this place is about to collapse. What do I do? Simon, come to Lambda. Lambda. How do I get there? There are downtrains connecting all the sites. Mágnes vasutak. Come here. I'll wait for you. Jó, mágnes vasút. Anyád. Shit, 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 where do I... Várjunk már, és akkor hogy jussak innen ki? Na srácok, most akkor mi történt? A francba meg kellett volna nézni a többi ilyen állomás, hogy ott vajon mik voltak. Miért hagy... Lambdát kellett volna utoljára hagyni, hiszen azzal beszéltem, ugye velük beszéltem még a rádión. Tudhattam volna, hogy az az utolsó. Na mindegy. És akkor most itt vagyok a víz alatt? Igazából... Lélegzek a víz alatt? Hogy bubáruhám van? Na-na! A víz alatt vagyok, és kaptam valamiféle ruhát. Igen, hallani azt a oxigénpalack hangot, ahogy szívom a levegőt, és erre kéne menni. Aha. Úgy látszik, úszni azt nem tudok, csak kikapaszkodni innen. Ez nagyon paras, látszok, ez nagyon durva. Betett a víz alá, szó szerint. Igen. Ó, gyerekek, ez nagyon para. Mi a francot keresek a víz alatt, és mi a francot keres rajtam a búváruha? Lambda, find the shuttle to Lambda. Mágnes vasút. Hogy tudok úszni? Mert csak ugrálítok a víz alatt, ha nyomogatom a space, semmi. Ajaj. Az fölkapcsolódott, srácok, az nagyon nem jó. Van itt egy ajtó. Vagy ez nem ajtó? Nyitás. Ó, de, ajtó. Csak nem nyílik az ajtó. Miért nem nyílik az ajtó? A francba. Ott valami úszik a vízben. Gyerekek, az nem jó. Valami úszik a vízben, és szerintem az nekem nem lesz jó. Viszont biztos jó fele vagyok, mert kaptam lent a jobb alsó sarokban egy ilyen töltés ikont, szóval... Valami újdonság lesz itt. De az az úszkáló valami, az nekem nem tetszik. Á, ott van valami fény. Srácok, ez már egy jó jel. Meg tudom nyomni...
Aha, megint emlékek. Meg ezek nem is emlékek? Carl, ugyebár, akiről már szó volt. És ennyi. Oké, na de most várjunk, ez mi is igazából? Elérhető oda puffer. Akkor ez nem is emlék, basszus, nem emlék, hanem ez ilyen visszahallgatható üzenetféleség. Ajajajaj, az ott meg mi az Isten? Láttátok? Valami pirosan világító. Emberi beszéd, gyerekek! Tudjátok mit? Ide megyek. Hello! Ne, hát te hallod! Bakker, ne már! Nekek ez most mi? Ez bánt! Hát emberi beszédet adott ki! És jön erre mi? Jó, oké, akkor megnézzük, hogy itt mi van. Aj, persze, hogy semmi. Tudjátok mit, srácok? Megnézem, mi történik, hogyha oda megyek. Megnézem, mi történik. Mit veszek vele? Hello! Nem bujkálok, itt vagyok, na! Csinálj velem valamit, nézzük, mire vagy képes. Erre. Legalább megtudtuk, hogy bánt. Viszont nem haltam meg, csak leütött. És eltűnt? Várjál, most akkor nekem erre kell jönnöm, vagy merre kell jönnöm? Ó, skacok, itt van valami. Hello, te mi vagy? Meg lehet fogni. Az egy robot. Jó, kiszabadítom, srácok. Na, haver? Ugye nem bántasz? Nem bántasz? Segítettem. Y. Megy valamerre. Na, haver? Jó, srácok, megmentettem egy robotot. Vagy valamit. De hogy ez most mit fog csinálni itt? Vagy mi értelme volt? Vagy ő csak úgy el van? Aranyoskodik itt, az akkor ennyi? Hello. Srácok, ez olyan, mint a Nehéz napok a Föld nevű bolygón című sorozatban az a Sam, ami a főhős társa volt. Ott van megint az egyik ilyen izé. Ez mit csinál? Megy neki, nézzétek már! Haló? Szerintem ez meg van bolondulva. Most miért követsz engem? Ez követ engem. De várjunk, srácok, lehet, hogy őt el kell vinnem valahova? És ő nekem segíteni fog? Az elképzelhető? Hálából azért, mert kiszabadítottam? A kövek alól? Jó, hát eljövök erre. Itt még mi világítanak ezek a fáklyák, és kaptam töltést! Akkor ezek szerint csak a fáklyák jelezték nekem az utat. Akkor jól gondoltam én. Haver, ezt szeretném, hogyha itt nekem megoldanád, ha már itt vagy. És mondtam, hogy segíteni fog. Jaj, de aranyos! Van egy segítőtársam, egyen meg! De cukorfalat vagy, hallod? Mágneses vasútállomás. YB! Egyelek meg! Well, thanks, little guy. És itt hagy. Nem baj, gyerekek! Oh yeah! Oh yeah, hello bello! Na itt mi van? Itt egy kapcsoló. Aha, most kell a marok eszköz, megint csak. És gondolom azon az ajtón kéne bemenni, ezt be tudom csukni magam után, mert talán nem ártana. Gyerünk már! Na végre. De nehéz volt. Akkor marok eszköz, tegyük be. Vagy hát nem kell betenni, hanem igen. Az ott bezárodott, gondolom, vagy, vagy rázárodott, vagy nem tudom. Most mi? Akkor kijövök a vízből. Ez egy lift volt, skacok!
Let's hope the shuttle still works. Na? Oké, skacok. Itt megint nagyon para lesz. Ez a mágnes vasút elérés nem lesz egy egyszerű dolog. Hú, gyerekek, ez nagyon para lesz. Oké, na akkor én azt mondom nektek, srácok, hogy a következő alkalommal ettől a ponttól fogom folytatni. Nagyon remélem, hogy tetszett nektek ez a rész is, és akkor a következő alkalommal, ugye a következő részben, a negyedikben ott fogom folytatni, hogy valahogy el fogjuk érni ezt a mágnes vasutat, és valahogy átverekedjük magunkat ezen a félelmetes részen. Én köszönöm szépen a figyelmeteket, remélem, hogy tetszett, ha igen, akkor mindenképpen lájkold a videót, kommentelj valamit, és ha feliratkozol a csatornámra, azt külön köszönöm. Sziasztok!